Adjatok két percet, összekapom magam. Hogy néz ki a hajam? Nagyon göndörödik. Ki akarom próbálni a termombrásomat? Lassan szerintem két éve megvan, és még nem vettem rá magam, hogy kipróbáljam, úgyhogy mostanában valamikor el fog jönni annak is az ideje, úgy gondolom. Mit keresek? Korrektort keresek. Tudjátok, hogy a sminkes asztalom két ilyen fiókos szalon áll, és felcseréltem a kettőt, és fogalmam nincs, hogy hol vannak az utcaim. Önbarnítóztam tegnap, egy picit, csak picit. És reméltem, hogy jó szint választok, de úgy néz ki. Azt hiszem, hogy valahol féleg van, vagy valami ilyesmi, és 4 órakor van programom, ahova nem nagyon kellene sminkelnem, úgyhogy csak egy ilyen minimális make-upot rakunk. Ez a MAC paletta. Megint csak meg. Hajam. Mindig elfelejtem, hogyha bármilyen termék benne marad körkefébe, ez nem néz ki jól utána. Oké, mit akarunk vele csinálni? Ennyi már a haj. Kellene egy hajvágás. Hajvitamin pipa. Egyébként ennyi, semmi nem történik. Ez egy nagyon-nagyon nem jó ötlet, és az lesz a következő dolgom, hogy csomagbontót fogok venni, mert... Szóval... Egy, kettő, három, négy gyertya! A nagyjal kezdünk, mert kérdés nélkül az a kedvencem. Woodwick Humidor. Oh, te jó ég! Annyira jó! Hibátlan! Ezekből volt kicsim. Ilyen pici-pici. És ezek is tetszettek. Úgyhogy vettem ebből a kettőből is. Mint Leaves and Oak. Ez pedig Smog Walnut and Mela. Melyik együtt csak meg? Szerintem a mentását fogjuk most meggyújtani, ugyanis az olyan nappali billat jelentsen ez bármit is. Este meg majd meggyújtjuk a nagyot. I'm happy. Há, Istenem! Ez egy jó nap! Pretty when she grits her teeth, 'cause her boyfriend sucks and she knows he cheats. Cries on my shoulder, but I can't see why. Imádom, hogy nem indítottam el a felvételt. A legjobb, jött egy csomagom. Shein. A helyzet, hogy biztos tudjátok, feltűnhetett már egy pár éve, hogy dolgozom együtt a Shein-nel, viszont rendszeresen rendelek is. Eddig soha nem néztem a home rész. És most néztem, és rendeltem. És nagyon cuki dolgokat találtam. Come on! Hát mi aranyos! Ezen kívül risztokkoltunk egy kis siglemet. A Shein-nek jó sminkjei vannak. Undorítóan olcsón. Sikítani akarok. Sikítani. Hogy lehet valaki ilyen boldog egy kerámia szatyortól? Menj már! Hát mennyire aranyos! Vettem pár ruhát, de nem emlékszem, hogy miket vettem. Ó, igen, emlékszem. Oké. Nem vagyok virágmintás, ez nagyon tetszik. Ó, tudom! Oké, ez egy low-based naci. Ez is emmes. Mondjuk ez kicsit nagynak tűnik, de... Majd ilyen baggy-be. Aha.
Oké. Ma megyek Lucához 4 órára, és azt hiszem, hogy ilyen 3-4-3 környékén vagyunk, Barbie van 2-kor, úgyhogy ha ő végez, akkor hív, még nem hívott. Aztán... Ó, tudom, benned nagy fürdőrucit. Ah, that's cute. Semmi extra igazából. Cute. Több ruhát rendeltem, mint gondoltam. Ó, ezt vártam a legjobban. Annak ellenére, hogy egy kicsit elfelejtettem, hogy jön csomag, olyan sokáig tartoz most. Szóval, egy ilyen felsőm van rózsaszínben, ez egy halszátás kis korzett top, viszont attól nagyon féltem, hogy nem lesz jó rám cickóba, és M-eset rendeltem, és brutál nagy és nagyon csúszik, úgyhogy rendeltem egy S-eset, amit majd felpróbálunk, hogyha hazajöttem, és megnézem, hogy milyen. Van egy ilyen is, illetve ezt azt hittem, hogy 5 rendeléssel ezelőtt megrendeltem, de nem, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Ugyanis van egy hasonló színű, hasonló anyagú ruhám Shein-ről, és azt imádom, viszont ez annyira szexi, nagyon-nagyon tetszik, de az is nagy, úgyhogy kicsit foltos, remélem, hogy ki lehet szedni mosással. Tehát egy come on, és ez cickós, like this. És akkor sminket, világgyorsan. Van egy blushunk. Oké, ez nagyon szép. Mink van még? Ez azt hiszem, hogy olaj. Uaj, de jó jött van. Van itt egy highlighter. Még egy blush. Bronzer. Ennek nem biztos, hogy tetszik a... Na, a színe, az undertone-ja, de... Majd meglátjuk, hogy milyen használat közben. És még egy pirosító, ez pedig egy nagyon-nagyon baba rózsaszín árnyalatban. Azt hiszem, hogy ez valami szemöldök dolog lesz, mert nagyon érdekesen nézett ki. Egy kicsit a utazás megviselte. Szemöldök fixáló zselé, ezt is kipróbáljuk. És ez Lél kék lipolszer. Ez pedig egy 3-as olajszer. Na, mutatom, hogy hol nézek ki. Remélem látjátok. Pirosító, pirosító, pirosító. Kontúr, bronzer, highlighter, csillámos olaj. Ez a piros olaj, barna olaj, sima olaj. Ebben a pillanatban szárítottam meg a hajam, ami azt jelenti, hogy még húha, elég flatty. Azoknak mondanám, akik nem követnek TikTokon, elsősorban, hogy kövessetek be, mert kezdek ott is aktív lenni, másodszor pedig, hogy azóta is használom ezt a lássos termetet, és amúgy nagyon tetszik. Tök más illata van, hogyha szárítás előtt teszed fel, és szárítás után. Szárítás előtt sokkal édesebbre szárad szerintem, hogyha így fújod rá, akkor lehet érezni egy kicsit jobban ezt a citrusos vonalat. Viszont akárkivel találkoztam, mindenki megállapította, hogy brutál jó illata van valaminek, én megmondom, köszi. Úgyhogy, ja, nagyon tetszik. Naptej az még csinálja a dolgát az arcomon, gyors dobok fel sminket. Hello! Jó reggelt! Jó reggelt! Sándor! Már megint ezt csináljuk. Igen. Na jó. Mi van? Mi van most? Azt mondjad. Hát... Én csak most jöttem, én csak ide följárok. És amúgy tényleg. Mindjárt indulunk haza, viszont öcsi ma barista képzésen volt, és egész nap ott volt, most mesélt el, hogy mi történt, én kiposztoltam a mai vlogot, amit ha nem láttatok, akkor itt tudjátok lecsekkolni. Illetve posztoltam TikTokot is, a TikTokomnak a linkjét leteszem leírásba, úgyhogy azt is csekkoljátok le. És köszönöm szépen az együttműködést, nagyon király vagy.
És mindjárt indulunk, viszont arra gondoltam, hogy mielőtt elindulnánk, hogy a mai napból sem maradjon ki egy ilyen kis chit-chat rész, mesélj nekünk valamit, hogy mi volt, hogy volt, miért mentél egyáltalán erre a barista cuccra, meg ilyeneket. Csak pár szóba gyorsan. Ezt azért így elmutattam volna így előre. Annyira imádnak téged itt a csatornán, hogy gondoltam, önrendeztessék meg őket annyival, hogy beülsz ide pár percre. Köszönöm az előre való tájékoztatást. Névnapomra kaptam egy egész komoly kis kávégépet, és a lényeg, hogy ihatatlan kávét csinálok. Egy szűk hónapja, és ez így nem maradhatott tovább, szóval kaptam ajándékba egy ilyen kis home barista képzést. És ez volt ma, volt egy 3 óra tömény elmélet, utána egy másfél órán keresztül kávét főztünk, kóstoltunk, hagyták, hogy mi rontsuk el, és megkóstoljuk, hogy mit csináltunk, utána pedig a laktártot gyakoroltunk. Szóval ez volt a mai program. Ez volt a mai program, és utána segítettem Rebekának még függönyt felpakolni. Bitch! Van függönyöm, amiről annyit kell tudni, hogy egészen pontosak legyünk. Megvettem a függönyt 3-4 napja, és mivel önálló felnőtt nő vagyok, akinek nincs szüksége senkire, gondoltam, hogy majd én felpakolom egyedül, mert hát menő vagyok, csak hogy olyan kurva magasan van, hogy Sanyi is a létra tetejéről még titiskedve ért el. Úgyhogy igen. De fönn van. 3 napig itt volt a kanapén, pihent mellettem a függöny, mert nem tudtam felrakni. Alakulunk. Kezd egész jó lenni. Igen, van még. Van még mit csinálni, de szerintem egész jól alakulunk. Van-e bármi, amit szeretném még megosztani velünk? Ja, mondd el, hogy hol voltál. Te cakocsmájában voltál. Voltam te cakocsmájánál. Gyerekek, én nem nézem ezeket, és beküldte a csoportba, hogy így pózol előtte. Mindjárt majd bevágjuk ide a képet. Akkor nem mutatom meg. És Istenem, így küldik. És Rebeka csak annyit írt, hogy igen. Ez mi? Istenem, tudatlan. Úgyhogy amikor felvilágosítottak, akkor mondtam, hogy oh, I see, akkor én is nagyon örülök neked. Indulunk haza, mert egyébként 7:30 van. Yeah. 9 óra után fogunk hazaérni, inkább ilyen 9:30-ra, de menjünk. Mit érzel?